Üdvözlök, ismét tánc. Mindenkit! Most egy kicsikét ilyen komolyabb alkalmazások is rá lesznek tepítve a rendszerre. És higgyétek azt, hogy ez a rendszer azért van, hogy nézegessétek rajta a YouTube-ot, a Facebook-ot, meg egyéb más virtuális világot. Rengeteg minden van rajta, rá lehet tenni. Komolyabb számításokat is lehet rajta végezni. Nem csak úgy filmet meg a sorozatokra való nézegetés. Itt is legyen rátapítva egy kicsikét, legyen rajta agytornáztatás legyen. És legyen ilyen oktáv. Jó kicsi matematikai függvény, rajzoló, számláló alkalmazás. Ezt szeretném bejön egy valami zene vagy mi a szar. Köznépnek a szintjére van minden lertéve. A kereső is. Szóval Google. És úgy kell bejönni, hogy oktáv matematik. És talán akkor ki fogok jönni a másik alkalmazás, ami emletleg úgy számol, mint egy MATLAB. Ugyanúgy kell beírni az információkat, az adatokat. Az alkalmazásba! Ok. Nehogy össze ne keverje a kereső! Be is jött ez a GNU Octave! Milyen csomagokat is lehet rátenni. Le van írva, hogy is rátenni több operációs rendszerre. Nekem letöltés. Van Microsoft. Windowsra is. MacOSra. GNU Linuxra. Külön oldal van, oktáv. Több Linux diszóra is van. Na van ez a Debian, Ubuntu, OpenSUSE, CentOS, Arch Linux, Slackware, Gentoo, Fedora. Legtöbb más kisebb diszórnak ezek az alapjai. Több csomagon is rajta van, rajta van a Snap csomagban. Flatpaken, meg a Dockerön is. Elérhető. Egyszerűen! Kell azt mondani, hogy Ubuntu. És le van írva pont, hogy mit kell csinálni. Egy terminál ablakot meg kell nyitni és írni. Vannak ezek a csomagok, mindössze 37,6 megabájtot tölt le, akkor kicsomagolja, akkor meg 116 megabájt lesz. Lassan le fog töltődni. Nem attól függ, hogy nagyon sok alkalmazásnál mennyire gyors a számítógépnek a processzorja, hanem gyors benne a RAM. Nincs meg a RAM-nak a frekvenciája, mint a
Szezonimnek a processzorjának semmi nagy értelme nincs akkor gyorsannak. Mert ha mind a kettő annyira gyors, akkor párhuzamosan dolgozik. Nem fog lassú lenni a számítógép. Lassan! Letölti! Fog töltődni, és vannak ilyen wiki oldalai neki. Több csomagja is vannak, külön utasításai. Érni! Van külön neki turitál, még ebben oktatás része is van, ilyen külön csagjai.
van írva. Csak el kell tudni olvasni. És már meg is van. Egyáltalán indul ez az alkalmazás. Bírok egy értéket. Ilyen tömböt hozott létre, dimenziója egyszer egy x-es. Bírom azt, hogy B. Egyenlő. Matrixot. Ez már rögtön egy háromszor egyes dimenzió. Hát én még egy sort. Átírom például C-re. És nem így kell beírni! Egy egyszerű matematikai műveletet. Be kell számolni, például legyen egy F. A szor. Szorozás A szor B. 25, 30, 40. Ilyen egyszerűen lehet, de van jóval több. Mindent is tud! Például plot. A. B. És megrajzolta, de ez a plot, az ilyen függvény jön ki rajta! Figurák! De rosszul adta meg a... az értékekkel, tehát így is kellett rajzolni, hogy X-ének fel, meg plot. Bírok ide egy 5-öt, egy 13-at, X, Y, Z, egy 16-ot, és nem történik semmi. Plot egyenlő, 16, 6 vesző, 17 vesző, 8,
Így csinálok, rosszul tudom a szintoszokat. Fejbő! Itt van, hogy az agykapacitás veszíti el a... el a... tudást! Ha megkopik! És ezt pótolni kell. Nem úgy, hogy videókat nézek, hanem úgy, hogy átolvasom ennek az alkalmazásnak az utasítását. Nagyon hibás az, aki folyton videóban nézi, mert ez nem jó. Nem tölesztesz eléggé az agyat. Syntactic error. És akkor itt kell neki lennie egy dokumentációnak. On diskem van, és le van írva, hogy is kell definálni jó sok mindent. Van külön hozzá függvények, amit le lehet tölteni, lehet írni sajátot is. Ha nagyon bele akartok mélyedni, bele kell mélyedni. Data, stringek. Statisztika. És itt van ilyen matrixot. Úgy kéne, hogy A egyenlő. És már meg is van. Ugye átmásolom. Próbaként. Ilyen formába kell írni meg, és itt is van, ma be is itt 16. Van külön editor, amiben lehet definíciókat is írni, például bérem azt, hogy F. Fix is egyenlő 5 x plusz 6 vagy 9. Y plusz 2 z, és ezt megfogom rajzoltatni. Most például ezt tehát, hogy command plot f per x. Itt valami hibák vannak az alkalmazásnak? Nem, nincs. Plot f